Az ügyben a Debreceni törvényszék elnöke és valamennyi büntető ügyszakos bírája elfogultnak érezte magát. Ezért került a debreceni törvényszékről Nyíregyházára a per. Az ügyészség D. Lajost vádolja Balla Irma meggyilkolásával. A debreceni képviselőt 9 évvel ezelőtt, 2007 húsvétján ölték meg lakásában. Az ügyész azt mondta, hogy D. Lajos a szomszédos építkezésen dolgozott, ezért ismerte a házat. 2007 nagypéntekén este ment be a lakásba, és azonnal ütött. Balla Irma Katalin sértett fejét és nyakát ért nagyszámú, nagy erejű, eszközös támadás olyan brutális volt, amely a sértetnek különösen nagy fájdalmat, szenvedést okozott. A tárgyaláson bemutatták azt a 2009-es rendőrségi felvételt is, ahol D. Lajos elismerte a gyilkosságot. Kétszer tett beismerő vallomást. Ezekből Bodnár Zsolt bíró orvosott fel, mert a vádlott most nem akart vallomást tenni. Gondolkodás nélkül beléptem a szobába, és azonnal többit is mértem az akkor még ülő, és aztán fekvőre. Rám kapta a figyelmét, amikor az első ütést ütöttem, ekkor már feküdt, majd a fejre mértem ütéseket. Anélkül, hogy szóltam volna hozzá, vagy ő tett volna bármilyen kijelentést. Később D. Lajos visszavonta vallomását. Azzal védekezett, hogy ő azért ismerte el a gyilkosságot, hogy 3 napra kiengedjék élettársához. A tárgyaláson a korábbi vádlott, a megölt képviselő fiának ügyvédje Magyar György is részt vett. Azt mondta, most megvan a lehetőség arra, hogy a valódi tettest ítéljék el. Én azt fájlalom, hogy lefolyt egy olyan büntetőeljárás az én védencemmel Sándorral szembe, aminek semmi értelme nem volt, mert láthatóvá vált korábban már, hogy az ügyészség téves úton jár, most talán már rátalált a helyesre. D. Lajos jelenleg vagyon elleni bűncselekmények miatt ül, 2018. szeptemberében szabadulna. Ha Balla Irma megöléséért is elítélik, életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat.